nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Drágulást hoz a Kata átalakítása, akár 30-40%-kal is nőhet a legkisebb vállalkozók adóterhe. Amire büszkék lehetünk, Szentkirályi Alexandra tartott előadást Szekszárdon. Nem lehet csak úgy fát kivágni, arra és a házak előtti fűnyírásra is megvannak a szabályok. Szakmakóstoló, a mezőgazdasággal ismerkedtek a gyerekek. További drágulást okoz a Kata adónem átalakítása. Az eddig azt használó vállalkozók legtöbbjének, ugyanis jelentős mértékben nőnek az adóterhei, amit a szakértők szerint kénytelenek lesznek áthárítani majd a megrendelőikre. A szolgáltatások esetében az áremelkedés meghaladja a 30%-ot a mostani állás szerint. Hétfőn terjesztették be, és kedden már el is fogadta az országgyűlés a Kata adónem átalakításáról szóló javaslatot. A módosítás értelmében az eddigi nagyjából 450 ezer érintett vállalkozónak mintegy négyötöde esik így ki a rendszerből. Ezzel jelentősen nő a havonta fizetendő adóterhük. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint is, idézem, kissé erőteljes lett a Kata módosítása. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke telefonon nyilatkozott stábunknak a határozatról. Nem tartjuk jó döntésnek. Én nekem az az érzésem, hogy egyrészt sokan fognak megszüntetni tevékenységüket, elsősorban a szolgáltatások területén. És hát ami miatt létrehozták a Katát, egyáltalán az a fekete gazdaság ellen, és a fekete számlázások ellen, hát ez nem biztos, hogy jól fog sikerülni, mert van egy érzésem, hogy egyesek hátulnak vissza, fognak menni a rejtett gazdasággal. Az új szabályozás szerint a katás vállalkozók csak magánszemélyeknek számlázhatnak, tehát egy egyéni vállalkozó, vízgáz vagy klímaszerelő, asztalos, futár, burkoló, színész, gyógytornász, újságíró, és még hosszan lehetne sorolni a szakmákat, nem dolgozhat ezen keretek között cégeknek. Póla Zoltán, az egyik szekszárdi könyvelő iroda vezetője azt mondja, kevesen vállalják majd az új feltételeket, és valószínűleg rengetegen lesznek azok, akik megszüntetik a vállalkozásukat. Akik viszont adózási formát váltanak, jelentős plusz terhekkel kell számolniuk, amit nyilvánvalóan áthárítanak majd a megrendelőikre. Ez pedig azt jelenti, hogy minden korábban Kata adónem alatt végzett tevékenység legalább 30%-kal fog drágulni. A könyvelői költség az mindenképpen megjelenik, a mint plusz, ezt nyilvánvaló, hogy a vállalkozók nem fogják lenyelni, mert nyilván, hogy ők azt a jövedelmet szeretnék kiszedni ezután is, amit eddig kiszedtek. Tehát ezek a költségek mindenképpen átterhelődnek a cégekre, illetve ugye hát akik magánszemélyt fognak kiszolgálni, nyilván ott is egy költségnövekedés azért várható. Az új szabályok szeptember 1-én lépnek életbe, így rövid időn belül adózási év közben kell döntést hoznia a katás vállalkozásoknak, hogy hogyan is tovább. Az energiaellátás bizonytalanságai, a megemelkedett energiaárak és az infláció veszélyezteti az európai gazdaságok rendes működését. Az energiatározók feltöltése ezért kulcskérdés lesz a következő hónapokban, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter Brüsszelben kedden. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését követően nyilatkozott, hangsúlyozta, az ősz majd a tél közelettével egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan áll Európa energiabiztonsága. A magyar energiatározók feltöltöttsége 36%-os, mondta és megerősítette, hogy a magyar kormány megtette a szükséges megrendeléseket a további energiabeszerzésekhez. Az érdekképviseletek a kisadózó vállalkozások tételes adója egyes szabályainak észszerűbbé tételét, továbbá új adónem bevezetését és az áfamentesség bevételi határának megemelését javasolják. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közleményében az új Kata egyes részszabályainak észszerűbbé tétele mellett az adónemből kiesők számára új adónemet javasol, valamint a szeptemberi határidő helyett január 1-i bevezetést szorgalmaz. Megfontolásra javasolják, hogy az 50 ezer forintos havi adótétel mellett legyen 100 ezer forintos választható adótétel a magasabb TB ellátás érdekében, és hogy a katások eseti jelleggel üzleti ügyfeleket is kiszolgálhassanak.
Az IVS arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyszerűsített adózás lehetőségének szűkítése a digitális munkaerő elvándorlását okozza. Az IVS szerint szükség van egy olyan adónemre is, amely egyszerű szabályok mentén stabil és kiszámítható, alacsony belépési küszöb mellett támogatja az atipikus munkavégzést. Miért jó ma magyarnak lenni? Hogyan lehet egy nemzet arculatát építeni, javítani? Szabad-e kiállni a magyarság érdekei mellett nemzetközi szintéren? Ezeket a kérdéseket boncolgatta a Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Szekszárdi Matthias Corvinus kollégium által megrendezett szakmai rendezvényen. Amire büszkék lehetünk címmel tartott szakmai rendezvényt a Szekszárdi Matthias Corvinus kollégium. Ezúttal Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő volt a meghívott vendég, aki arról beszélt előadásában, hogy Magyarország hol is helyezkedik el a nemzetközi szintéren, mi az a nemzetkép, és ezt hogyan lehet építeni, javítani. Egy olyan nemzet vagyunk, és egy olyan ország vagyunk, ami úgy jelenik meg a nemzetközi térben is, mint amely egyre inkább a saját hangjára talált az elmúlt időszakban. És ennek természetesen vannak, akik nem örülnek, mert ez a hang, ez ki is hallatszik a tömegből. Ahogy nagyon-nagyon határozott álláspontot képviseltünk, mondjuk az illegális bevándorlás témájában is képviseljük ezt a mai napig, úgy a nemzetként, országként való önálló cselekvés fontosságára hívta fel a figyelmet a koronavírus járvány, hiszen hogyha ott nem indulunk neki, nem folytatunk saját beszerzéseket, vakcina, lélegeztetőgépek, sajnos emlékszünk még rá, akkor biztos nem lett volna ilyen hatékony a védekezésünk. A kormányszóvivő azt is hozzátette, hogy talán sosem volt ilyen jó dolog magyarnak lenni, mint ezekben az időkben, hiszen akár konfliktusok árán is, de a nemzetközi porondon is kiállunk az érdekeink mellett bárkivel szemben. Nem tudunk olyan szankciókat támogatni, amelyek ellehetetlenítenék a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat, és nekünk ez lesz az első számú szempont, ami alapján majd egyes döntéseket, javaslatokat támogatni fogunk. Ez természetesen konfliktusokat okoz, ugyanakkor mégiscsak azt mutatja, hogy a világ felfigyelt arra, hogy itt bizony történt egy változás, már nem alakítják az életünket, hanem mi alakítjuk magyarok a saját életünket. A Tehetséggondozó Intézménynek ez volt a 20. szakmai programja a nyári szünet előtt. A következő rendezvények a szeptemberi tanévkezdéssel folytatódnak. Egyre többen akarják a házuk előtt közterületen álló fát kivágni Szekszárdon, ennek viszont szigorú szabályai vannak. Minden esetben engedélyt kell például kérni a jegyzőtől. De ugyanígy helyi rendelet gondoskodik arról is, hogy az ingatlanok előtt mindenkinek magának kell a füvet nyírnia. Egy veszélyes, több méter magas fát vágnak ki a polgármesteri hivatal munkatársai Szekszárdon. A növény már kiszáradt, ezért a mellette levő ház tulajdonosa kérte a város segítségét az eltávolításban. Minden hasonló esetben ugyanígy kell eljárni, vagyis közterületen, a Tolnai megyeszéken senki nem végezhet ilyen munkát a jegyző engedélye nélkül. Szinte mindig a hivatal vágja ki a fát, viszont a pótlási kötelezettséget azt a két kérelmezőre hárítja a jogszabály is, tehát igazából sokszor ezen múlik is egy kérelemnek a sorsa, hogy mennyiben nem nyilatkozik a kérelmező, úgy hiánypótlást kér a hivatal. Ha pedig ezt nem teljesíti az ingatlan tulajdonos, akkor várhatóan elutasítják a kérelmét. Tehát ha valaki Szekszárdon közterületről akar fát kivágni vagy vágatni, akkor valamennyi esetben új csemetét is kell ültetnie. Ezt viszont elég csak elvinni a Páskom utcai neveldébe, és a hivatal munkatársai kihelyezik azt. Arról is kevesen tudnak, hogy a lakóingatlanok előtt mindenkinek magának kell nyírni a füvet, és télen megoldani a síkosságmentesítést. Ezt legfeljebb 5 méteres távolságban határozza meg az önkormányzati rendelet. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk ahol járda van, ott a járdaszakasz is, ahol nincs járda, akkor az úttestig terjedő terület beleértve a vízvezető árkoknak a kaszálását, tisztántartását. Például a gépkocsi bejáró áttereszetnek a tisztántartása az is ide tartozik. Szekszárdon a közterületi kaszálást egyébként idén vette át a polgármesteri hivatal a munkát korábban végző cégtől. A munkahelyek feltöltésével kezdetben voltak gondok, mostanra viszont már összeállt a csapat. Ütemesen haladunk, és mindig megfelelő rendet tudunk biztosítani a városba
zajló rendezvényeknek, és egyébként a város más területén is. Szekszárdon nagyjából 1 millió négyzetméternyi felületet kell folyamatosan kaszálniuk a polgármesteri hivatal munkatársainak. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. A pénteken induló mozgalom célja, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak megkönnyítsék az iskolakezdést. Munkájuk során megtapasztalhatták, hogy nagyon sok kisdiák indul hátrányból a tanévkezdéskor, mivel a szülők nem tudják beszerezni a szükséges tanszereket. Ez a probléma a több gyermekes vagy egyszülős háztartásokban még hangsúlyosabban jelenik meg, közölték. A gyűjtést pénzbeli és tárgyi felajánlással is támogatni lehet. A szeretetszolgálat elsősorban táskát, füzetet, íróeszközt, toltartót, vízfestéket, temperát, zsírkrétát, vonalzót, körzőt, rajzlapot, hegyezőt és ragasztót gyűjt. Az adománygyűjtő kampány augusztus 15-éig tart. Szakmakóstoló néven szervezett egyhetes pályaorientációs programot 6. és 7. osztályos gyermekeknek a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. A tematikus rendezvényt idén a gazda szakma köré építették fel. A program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával valósult meg. A tehénfejéssel ismerkednek a gyerekek Szekszárdon a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium állattartó telepén. Az intézmény ugyanis újra megtartotta a Szakmakóstoló című rendezvényét. Az idén a gazda szakmát állítottuk központba. Ez azt jelenti, hogy a gazda szakmát szeretnénk a 6.-7. osztályos gyerekekkel megismertetni, nyilván az ő életkoruknak megfelelően. Tematikus napokat szerveztünk, megismerkedtek az iskolával, a kertészettel, a tangazdasággal. Volt egy kertészeti napunk. Itt a gyerekek a füge és kajszibarack termesztést tanulmányozták, levendulát születeltek, és a borászatba is betekintést nyertek. Van, aki már nem először járt a szakmakóstolón. Igazából azért jöttem, amúgy másodjára vagyok itt, igazából azért jöttem, mert tavaly is nagyon tetszett itt lenni. És akkor például cukrász volt, most meg mezőgazdaság, és igazából érdekel is, meg annyira jó is. A fiatalok többségének nem volt ismeretlen a gazda szakma, hiszen sokuk családja foglalkozik állattartással, növénytermesztéssel. A nagyszüleim, a nagypapám, nagymamám, meg régebben még a dédszüleim is. A programot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara finanszírozta. Botos Ferenc, Tolna megyei igazgató elmondta, legfőbb céljuk, hogy a fiatalokat minél közelebb hozzák a mezőgazdasághoz, és az elkövetkezendő években szeretnék az ágazat presztízsét növelni. Ehhez generációváltásra van szükségünk, egy hosszú távú gondolkodásra van szükségünk. Minden egyes ilyen programot ennek fényében tervezzük a kamaránál, pontosan azért, hogy ez a technológiai világ, ami ide is elérkezett, ami tulajdonképpen egy generatív gondolkodást vált ki a fiatalokban és a szakmában dolgozó, jelenleg dolgozó, mondjuk azt, hogy idősödő generációba, hogy ez a kettő terület, illetve a két generáció összeérjen, és ezt az ágazatot a lehető leghatékonyabban tudja folytatni. A Tolna megyei elnök hozzátette, hogy a tábornak köszönhetően a fiatalok egy komplex képet kaptak arról, hogy mekkora jelentősége van többek között a magyar élelmiszeriparnak és a mezőgazdaságnak. Halálos motorbaleset történt július 6-án délután az 56-os főúton Várdom térségében. Egy autós és egy motoros ütközött össze a 13-as kilométer szelvény közelében. A motorkerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. Július 13-án szerdán a baleset helyszínén bizonyítási eljárás miatt délután 2 órakor a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai teljes szélességében lezárták a Decsi bekötő út és Várdom közötti útszakaszt. A folyamat idejére kerülni a Decs-Sárpilis-Várdom útvonalon tudtak az arra haladók. Regionális híreink következnek. Néhány perc alatt kimutatható a vírus jelenléte. Covid gyors teszt üzemet adtak át kővágó szőlősön. Tisztább levegő, nagyobb kényelem, 2,5 milliárdos távhőfejlesztés Pécsen. Sikeres együttműködés, újra balatoni hal kerülhet a balatoni vendéglátóhelyek kínálatába. Több mint 730 millió forintos támogatásból épült meg kővágó szőlősön az az üzem, ahol mostantól ultrahangos COVID-teszteket gyárthatnak. Egy kutatófejlesztő cég beruházásának köszönhetően új technológiával végezhetnek vizsgálatokat a szakemberek.
Az eszköz segítségével néhány perc alatt kimutatható a koronavírus jelenléte, de szükség esetén a berendezés átprogramozható, akár egy eddig nem ismert vírus feltárására is. Ezt a csipet mostantól kővágószőlősön gyártják, ami perceken belül kimutatja a koronavírus jelenlétét. A Baranyai településen ugyanis egy természettudományi, illetve műszaki kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cég végzett egy beruházást. Ennek köszönhetően orvostechnikai és orvosdiagnosztikai termékeket gyárthatnak. Itt a most átadott üzemben jelenleg COVID-specifikus eszközöket készíthetnek a szakemberek. Elhelyeztük azt a gyártósort, amely mikrofluidikai csippek előállítására alkalmas, illetve ebben az épületben, ebben a laborhelyiségben berendeztük azokat a gépeket, amelyek a lélegeztetőgépnek a szabványátérési vizsgálataihoz, illetve a műszaki dokumentáció összeállításához szükséges berendezéseket és vizsgálatokhoz szükséges berendezéseket tartalmazza. A projekt egyébként egy GINO pályázat keretében több mint 730 millió forintos támogatással valósult meg. Ennek eredményeként egy körülbelül 250 négyzetméteres gyártóüzem épült, ahol többek között idegtudományi kutatásokat és lézermikroszkópos méréseket is végezhetnek. A berendezések ugyanis nem csak a koronavírus jelenlétét képesek kimutatni. Bizonyos törzsek esetében nem is szükséges a reagens anyag módosítása, csak egy szoftver frissítés magán az eszközön, amellyel kiértékelik a vizsgálati eredményeket. Bizonyos törzsek esetében szükséges a reagens módosítása, de néhány napon belül át lehet állítani a gyártósort. Így a saját fejlesztésű csip alkalmas lehet más, akár eddig nem ismert járványt okozó vírus feltárására is. A szakemberek tehát így gyárthatják le a COVID-tesztek komponenseit, de később akár át is programozhatják a gépeket más vírusok kimutatására. Energiatakarékosabb és fenntarthatóbb, egyúttal nagyobb kényelmet kínáló szolgáltatás. Ezek a legfontosabb eredményei a Pétáv Kft. 2,5 milliárd forint értékű nagy beruházásának Pécsen. 10 elavult tömbhőközpontot cseréltek modernebb és takarékosabb berendezésekre. Véget ért a közelmúlt legnagyobb távfűtési modernizációs projektje a Baranyai megyeszékhelyen. Lezárult a 2,5 milliárdos távhőfejlesztési beruházás Pécsen. A fejlesztésről tartottak tájékoztatót a szolgáltató irodaházában kedden. A munkálatok három részből álltak. A legjelentősebb, hogy a szakemberek megszüntettek 10 korszerűtlen tömbhőközpontot. A helyettük beépített 74 korszerű kisebb hőközpont már csak egy-egy épületet vagy lépcsőházat lát el. Így a fűtési rendszer sokkal rugalmasabban tudja teljesíteni a fejlesztésben érintett, mint egy 7000 lakó igényeit. A második új fogyasztóknak a csatlakoztatása a távhőrendszerre, a harmadik pedig sajnos a legkisebb, az pedig vezetékszakasz korszerűsítés. Mind a három projekt elem gyakorlatilag illeszkedik mind hazánk gázfüggőségnek a csökkentéséhez, hiszen megújuló alapra kerültek ezek az új létesítmények, illetve hozzájárul az energiahatékonyságnak a növekedéséhez, a hőközponti szétválasztások jelentős energiamegtakarítási lehetőséget biztosítanak mind a társaságnak, és ezáltal pedig a felhasználók számára. Jelentősen növelték az új fogyasztók számát, ezzel pedig tovább csökkent a város levegőjét szennyező kémények száma. 21 új fogyasztó csatlakozott a rendszerhez, nagyságrendjében ez egy 8 megawattos nagyságrend. Ez egy baranyai kisebb város, mondhatnánk azt, hogy ne akarjuk megnevezni, hogy Mohácsnak a nagyságrendjével azonos. A távfűtésre csatlakozott például az egyetem orvosi karának új szárnya, a felújított Damjanich utcai kollégium, az új vásárcsarnok, a gyárvárosi rendőrőrs és az iskola, valamint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Végül a fejlesztés harmadik elemeként egy előregedett, 110 méter nyomvonal hosszúságú vezetékszakaszt modernizáltak a PTF munkatársai. A megvalósítást az Európai Unió KEHOP programja a teljes összeg felével közel 1 247 millió forinttal támogatta. A fejlesztés másik felét a távhőszolgáltató cég maga fizette. 9 év után újra balatoni hal kerülhet a balatoni vendéglátóhelyek kínálatába. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Halker Kft. Együttműködésének köszönhetően a balatoni hal, mint eredet megjelöléssel védett uniós oltalom alatt álló termék kerülhet fel az étlapra. A brand termékei a sudár és varászlói ponty, valamint a fogassüllő
és az azokból előállított termékek. 2-2,5 kiló közötti pontyokat dolgoznak fel konyhakész állapotúra a balatonboglári üzemben. A halakat a balatoni tó gazdasági tavakban nevelik szigorú minőségi követelmények betartásával. Nagyon magas minőségű termékről van itt szó, amelyet egy szigorú termelés technológia körülményei között tudunk csak elérni. Ehhez két halfajt és két tájfajtát használunk, az egyik a pontyfaj, a másik pedig a süllő, és a pontyon belül használjuk a balatoni sudár pontyot és a varászlói tükrös tájfajtánkat. Ez a kettő tájfajta, amely hivatalosan bejegyzett és a Balaton vízgyűjtőjén élő és szaporított tájfajta. Az oltalom alatt álló balatoni halból a tervek szerint évente 5-600 tonnát termelnek majd a halas tavakban. Az elsődleges cél most a brand megismertetése a piaccal. Eljuttassuk a balatoni éttermekbe, hogy ott meg tudják a vendégek kóstolni, és ahogy hallottuk, a kiskereskedelmebe is tudjuk szállítani, hiszen mintaboltok vannak a Balaton környékén, és ott a lakosság is el fogja tudni érni természetesen. Az Agrártárca vezetője szerint újra fel kell hívnunk a magyarok figyelmét arra, hogy kiváló őshonos halaink vannak, és olyan termőhelyekről származnak, amelyek méltók minden nemű gasztronómiai elismerésre, mint ahogy a balatoni hal is. Arra törekszünk, és minden eszközzel támogatjuk, hogy visszaadjuk a balatoni hal illő rangját. Reméljük, hogy a vásárlók és a fogyasztók ebben a partnereink lesznek. Bizakodásra ad okot, hogy a halfogyasztás lassan, de folyamatosan nő Magyarországon. 2013 óta 18,5%-kal növekedett ez a fogyasztás. Az oltalom alatt álló, ezzel a címkével ellátott halakat 4 mintaboltban, Siófokon, Balatonbogláron, Veszprémben és Keszthelyen vásárolhatják meg az érdeklődők konyhakész formában. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Drágulást hoz a kata átalakítása, akár 30-40%-kal is nőhet a legkisebb vállalkozók adóterhe. Amire büszkék lehetünk, Szentkirályi Alexandra tartott előadást Szekszárdon. Nem lehet csak úgy fát kivágni, arra és a házak előtti fűnyírásra is megvannak a szabályok. Szakmakóstoló, a mezőgazdasággal ismerkedtek a gyerekek. Csütörtökön napközben gyenge légmozgás lesz jellemző, napsütéses, olykor mérsékelten felhős időben gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délután kánikulára készülődhetünk, késő este hideg front érkezik. Kisebb körzetekben feltámad a szél, majd éjszaka elvétve kialakulhatnak záporok. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!